Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Hercskovics Eszter, a 168 óra kulturális rovatának vezetője. Szép jó reggelt kívánok! És akkor nézzük, hogy hol is tartunk. Én Brajer Péter vagyok. A Luaka zsinagógai naptár szerint 5777, Támuszt havának 20. napja van. Ma ránk fog köszönteni a Sabesz, és a szombati gyertyákat meg fogjuk gyújtani 20 óra 19 perckor. Szombat kimenetele, szombat este 21 óra 30 perckor várható. Párasát Hasavua templomainkban a Pinhász heti szakaszt fogják olvasni. És akkor nézzük, hogy a Gergely naptár szerint hol tartunk. 2017. július 14-e van, és péntek. Minden Örs és Stella nevű nézőnket szeretettel üdvözlünk névnapjuk alkalmából. Az euró középárfolyama 306.63, míg a svájci frank 278.05. Az időjárás úgy tűnik kedvező, 11 és 25 Celsius fok között van. Azért öltözzenek rétegesen, próbáljanak nem megfázni, és figyeljenek oda folyadékháztartásukra. És ha már folyadékról van szó, akkor kérem kollégáimat, hogy segítsenek és kapcsoljanak ki minket a vizes VB helyszínére, ahol már Németh Péter, aki a hét mindennapján be fog jelentkezni, feltehetően perceken belül a vonalban van, és elmondja nekünk, hogy mi várható ma a megnyitón, és egyáltalán mi van kész már, mi nem. Addig is, amíg kapcsolják kollégáink Németh Pétert, érdemes Eszter, hogy elmondjuk a nézőknek. Németh Péter már ott van. Péter, szervusz, jó reggelt kívánok, nézőink látnak téged. Szervusz, jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Sokat dolgoztál, biztos este túl vagytok a főpróbán. Mi várható ma a nap folyamán? Túl azon, hogy ami a budapestieket leginkább érdekli, azon persze felülök, hogy mégiscsak itt van ez a világbajnokság, hogy rendkívül nehéz lesz ma közlekedni, főként este 6 órától, ezért inkább ne is közlekedjenek, én azt javaslom. Próbálják meg tudomásul venni, hogy a világbajnokság, ami fokozott biztonsági ellenőrzésekkel jár ilyenkor, az vele jár a közlekedésnek, nehézségek akadnak. Péter, megjelente az általatok szerkesztett angol nyelvű nap ma a megnyitóra? Megjelent ma, már megjelent, ez az első száma, ennek a Wonder Water nevezetű műsorának, elnézést, hogy beültem az autónkba. Az nagyon jó, most legalább látjuk az egész arcodat, igen. Eddig nem. És mit írt? Igen. Tehát akkor az volt a kérdésem, hogy miről írtál ebbe a mai első számba? A mai első számban arról írtam, hogy milyen egyéb látványosságok lesznek a vizes világbajnokság mellett. Ezeket a Market Street nevezetű helyekből hívnak telefonon. Nem tudom, hogy látható vagyok-e. Abszolút látható vagy, folytasd tovább. Igen. És arra hívom fel a közönségek a figyelmét, azokat a figyelmét nyilván, akik angolul olvasnak és akik ezt az újságot olvassák, de így most rajta keresztül másoknak is a figyelmét, és akik ott tudnak lenni a világbajnokságon, hogy semmiképpen ne hagyják ki ezeket a Market Street-eket. Ezek vannak, ez egy ilyen kereskedelminek jellegű, de egyébként a közönség szórakoztatására szolgáló kiegészítő programok és vásárok, amelyeken felvonulnak a szponzorok a termékeikkel, olyanokkal, amik fontosak és érdekesek is a közösség számára, és emellett pedig egyéb szórakozást is nyújtanak, hogy csak egy példát említsek, lehet 30 méteres koronyugrásban részt venni, belevetni magát a vállalkozónak a Dunába, gondolom ilyen egy se akadna, de ha megtudja azt, hogy mindez természetesen egy ilyen virtuális világban történik, de az élmény azonos azzal, amit ha megtenné, akkor már nagyon sokan vállalkoznak. Péter, tedd meg nekem, hogy elmondod, hogy milyen kiemelt program várható mára. A megnyitó hány órakor van? Ma a kiemelt program természetesen a maga a megnyitó, ami este 9 órakor kerül. Aki tud, azért menjen el és nézze meg
versenyeznék, csak éppen csak elindul a műugrásnak, a selejtezőik zajlanak ezen a napon, de a nagy üzem az már látható és érzékelhető mindenféle szempontból, részét ott magában a Duna Arénában, másrészt pedig mondtam, hogy említettem az elvének közlekedésben. Péter? Az igaz attrakció a Dunánál, a Lánchídnál lesz, ahol az a K.L. Csaba rendezte és szervezte, megnyitó lesz az igazi attrakció. Mondom, érdemes megpróbálni a közelébe férkőzni, így a televízió is fogja közvetíteni, és ez persze egy alapvetően egy televíziós műfaj, mert a nagy színpad, a távolság miatt a tévé az, ami igazán ki tudja emelni a részleteket is, de a helyszín élménye az viszont fontos. Tehát akkor buzdítsuk nézőinket arra, hogy menjenek a helyszínbe. Legközelebb hétfőn reggel hívunk téged, de úgy érezzük, hogy egész éjszaka el voltál foglalva a vízi VB-vel, így aztán mi is szolgálunk neked hírekkel. Jó, ha tudod, hisz te egy sportújságíró vagy, hogy a 20. Makabián Izraelben Magyarország az éremtáblán az 5. helyen van. Tehát a 120 fős magyar sportolói gárda, magyar zsidók jól szerepelnek. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál, vigyázz magadra, és próbáld gyalog közlekedni, hisz hogyha már láttad volna a reggeli beköszönésünket, akkor tudnád, hogy szinte az összes pesti hidak, legalábbis a belvárosnál zárva lesznek. További jó munkát, és hétfő reggel ugyanitt. A viszontlátásra. Az elmúlt percekben Németh Pétert láthatták és hallhatták a vizes VB első napjának nyitójáról. Mit szólsz, nagy ajándék ez nekünk, Eszter? Hát nagyon nagy ajándéknak azért én nem nevezném. Főleg, ha azt vesszük, hogy ugye a 40 milliárdos költség hogyan ugrott meg 170 milliárdra. Biztos, hogy vannak helyzetek, amikor jó egy ilyen rendezvény egy országnak. De Eszter, csak ezek maradandó létesmények lesznek, a gyerekeidet hova vinni, úszni? Hát én nagyon remélem, hogy így lesz. Én inkább azt látom, hogy mondjuk, én nem tudom, szerintem 100 milliós nagyságrend fenntartani egy ilyet. Én csak remélni merem, hogy ez valóban egy maradandó létesítmény lesz. Legyen neked igazán. Kiviszed a gyerkőcöket, vagy az M1-en fogják nézni az eseményeket? Vagy nem fogják nézni az eseményeket, nem tudom, nem fogunk kimenni. Tömeg, meg kisgyerekek, igazából mit az ahhoz, hogy az 5. helyen vagyunk a Makabián? Ennek viszont nagyon örülök. A magyar fiúk, magyar lányok jól teljesítenek, jó tesz nekik a Jeruzsálem és a hajfai levegő, hisz a Ramat Gánba, a jeruzsálemi Teddy arénába és a hajfai arénába folynak a versenyek. Szerintem 67 induló ország között az éremtáblán 5. lenni, az nem semmi. Az nem egy rossz eredmény, igen. Kedves nézőim, ezek után a pozitív hírek után már is itt van biztonságpolitikai szakértőnk, Kisbenedek József, akit már láthatnak, hogy kinn a lobbiba szörcsölgeti kávéját, hogy újult erővel, így korán reggel megmondja nekünk, hogy itt van ez a nagy vizes VB, mire kell, hogy vigyázzunk. Többek között meg fogjuk kérdezni tőle, hogy ha látunk egy kötek 100 dollárost az utcán, akkor ez egy csali és robbanni fog, vagy hajoljunk le érte. Most egy pici előzetes, és már is jön Kis Benedek. Tartsanak továbbra is velünk.